A város legfontosabb eseményeinek összefoglalóját, a Pécs TV híradóját látják. Köszöntöm nézőinket! Mint arról már tudósítottuk Önöket, a közüzemi RT kicseréli a Rákóczi út egy szakaszán az előregedett víznyelő rácsokat. A körülbelül egy hónapig tartó munkálatok miatt ideiglenesen áthelyezik a Konzum irodaház előtti buszmegállókat is. A Strabag Hungária Kft. A közüzemi RT megbízásából a szerződés szerint körülbelül 20-25 víznyelőrácsot cserél le október 30-áig. A nagyjából 2 millió forintot igénylő útjavítás kettő ütemben zajlik majd. Az elsőben a Konzum irodaház előtt, valamint a Bercsényi és a Felsőmalom utca közötti szakasz, a második ütemben az APEC előtti buszmegálló, a zeneiskola mentén és a csomópont déli oldalán lévő rossz nyelőrácsokat cserélik. A három fős csapatban dolgozó munkások táblákkal jelzik az éppen javítandó útszakasz kikerülését. A 10-15 éve gyártott víznyelőket egy különleges vágókoronggal távolítják el, és teszik helyére a speciális rácsokat. A munkálatok elkészülte után a Konzum irodaház és a Felsőmalom utca közti szakaszon nem kell többé tartani az úttesten tátongó lukaktól. Milyen a kormány és az önkormányzatok egymáshoz való viszonya? Hogyan működik ez egy fejlett társadalmi rendszerben? Az Egyesült Államokban tartott tanulmányairól és tapasztalatairól beszél dr. Csefkó Ferenc. Ön a közelmúltban egy igen rangos diplomát vehetett át. Mi is ez? Hát a diploma azon szakemberek elismerésére szolgál, akik egy több mint egy éves az Amerikai Egyesült Államok Fejlesztési Ügynöksége által, részben Magyarországon, részben pedig odakint az USA-ban szervezett programba vettek részt. Ez a program ez az önkormányzatok fejlesztését, munkájának fejlesztését szolgálta, részben azzal, hogy konkrét megoldásokat igyekezett találni az önkormányzatok, a települések, környezetvédelmi, településfejlesztési és egyéb programjainak megoldására, másrészt pedig általánosabb érvénnyel az önkormányzati rendszer egészét érintő különböző problémák megoldására vállalkozott. Az amerikai tapasztalatokat mennyire lehet itthon hasznosítani? Sok tekintetben igen. Az Amerikai Egyesült Államok egész közigazgatásának a rendszere, a kormányzati mechanizmus működése rendkívül nagy profizmust mutat. Tervszerűen dolgoznak, rövid, közép, hosszú távú előre tervezéssel, talán amiből mi a legtöbbet tudnánk hasznosítani az az, hogy megvalósul egy ilyen alulról fölfele építkezés. Tehát nem véletlen az a szlogen, amit ott én kint láttam egy nagy városszövetségnek a falán, hogy a demokrácia alapjai az önkormányzatok. Ugyanis szisztematikusan és konzisztensen egymásra épülve kidolgozódtak és működnek azok a csatornák, amelyek révén a helyi társadalom, annak különböző szervezetei, maguk az állampolgárok, maguk a helyi önkormányzatok tovább viszik, fölfele viszik javaslataikat, megjelenítik az érdekeiket, és ezek meg is valósulnak a különböző szintű állami döntésekbe. Már tegnap is koszorúztak az aradi vértanúk útján. Rangos kitüntetést kapott egy pécsi könyvesbolt. Rövid képes híreink következnek. Október 6-a szomorú évfordulója alkalmából már tegnap koszorúzási ünnepség színhelye volt az aradi vértanúk útja. A volt hadifoglyok Baranya megyei szervezete minden hónap első hétfőjén tart nyílt összejövetelt tagjai számára. Ezúttal az 1849-es aradi vértanúk szobrainál helyezték el a megemlékezés virágait. Hámori József, a Nemzeti Kulturális Örökség minisztere adta át a pécsi Fókusz könyváruháznak a Hermész díjat, melyet két éve alapított a tárca. A minőségi könyvkereskedelem erkölcsi elismerésében tavaly 14, idén pedig 8 könyvesbolt részesült az országban. A kitüntető címre általános és szakboltok pályázhatnak. Azok, akik árukészletük és a kiszolgálás alapján elnyerték a díjat, 5 évig viselhetik a Hermész minőségi jelzőt. A POTE Orvostudományi Egyetem tudományos szakosztálya két témakörben tartotta hagyományosan megrendezett tudományos ülését. A nagy érdeklődésre számot tartó témák egyik előadója szintén dr. Hámori József miniszter volt.
A Pécsi Orvostudományi Egyetemen az 50-es évek óta rendeznek szakosztályüléseket, ahol az előadók a legfrissebb kutatási eredményekről számolhatnak be. A speciális program első részében a Szent Ágatai Iskola tanítványai léptek a hallgatóság elé. Dr. Hámori József ezúttal az idegrendszer szerkezetkutatása témakörben tartott előadást. A rendszer esetében a kéreg alatti látóközpont, ami nagyon fontos, mert azt teszi föl a kéregbe tulajdonképpen azokat a látott élményeket, amiket mi a szemünkön keresztül a televízió néző pedig a televízióból láthat. És itt nagyon sok minden eldől. Na most, hogy mi dől el és hogyan, ehhez szükséges tudni a szerkezetét, mint mindennek. Tehát, hogy a működés hogyan folyik itt le a szerkezet. Erről szeretnék beszámolni, hogy ez a kéreg alatti szerkezet már magában véve is nagyon sokat tud. Tehát élesíti, információt gazdagít és nem szegényít, élesíti a képet és egyéb vonatkozásban is megkönnyíti a kéreg számára a teljes látványnak a visszafordítását a saját az agyi nyelvre. Dr. Székely György az idegrendszer szerkezetével kapcsolatos gondolatait osztotta meg a közönséggel, és az előadássorozat arra is rámutatott, hogy a kutatóiskoláknak nagy szerepe volt és lesz is a jövőben a tudomány fejlődésében. Nagyon nehéz volt rá fölkészülni. Hallgatóság nem tudom, hogy fogja majd megérteni. És egy közgazdász által kidolgozott elképzelést, ami egy nagyon érdekesen tárgyal komplex rendszereket, hogy lehet ebben értelmezni az idegrendszernek a szerkezetét, egy annak a rendszernek, amiben sok százmillió sejt van, és még ennél is sokkal több kapcsolat, amiket szinapszisoknak nevezünk. Ezeket kell elrendezni, és erre ad ez egy ötletet. Ez a rendszerelmélet. Választási bizottságok tagjai népesítették be a sportcsarnokot egy egész estén át. Az első ízben kísérleti jelleggel tartott szituációs gyakorlat az október 18-ai önkormányzati választásokra való felkészítést szolgálta. A több mint 1000 választási bizottsági tag közös esküvel kezdte az úgynevezett szituációs gyakorlatot, melyen megkísérelték pontról pontra eljátszani az október 18-ai eseményeket, és felkészülni az esetleges, váratlan szituációkra is. Nagyon fontos, hogy minden rész feladatra is odafigyeljenek. Tehát itt most az történik, hogy elő fogjuk adni, hogy majdnem attól, hogy mikor kell fel valaki egy szavazatszámlára, bizottsági elnök, hogy beérkezik a szavazóhelyiségbe, hogy veszi át az iratokat, hogy megy végig folyamatában a szavazás, hogy zárnak a szavazóhelyiségek, és utána hogy történik a szavazatszámlálás. Nagyon oda kell figyelni, hisz polgármesterre, egyéni választókerületi jelöltre és 7 kisebbségre szavazhatnak október 18-án. Egyenként kell a jelölteknél megszámolni a szavazatot, nagyon odafigyelve, nagyon vigyázva arra, hogy érvényes és érvénytelen szavazatok elkülönüljenek, és pontosan számlálásra kerüljenek. Ezt az eredményt pedig jegyzőkönyvben rögzítik a bizottságok. Ez tulajdonképpen most a gyakorlati előkészítés, mennyi elmélet előzte ezt meg? Már volt egy felkészítés a polgármesteri hivatalban. A jegyzőkönyvezetőknek külön is tartottunk oktatást, mert elválnak azért a feladatok. A jegyzőkönyvek kitöltését, az egyéb írott anyagok elkészítését a kollégáim végzik, viszont a választási bizottságoknak nagyon oda kell figyelniük az egész szavazásra, annak menetére, arra, hogy a törvényeknek megfelelően történjen mindez, tényleg a választás tisztaságát elősegítve. Az efféle nyilvános főpróbára, vagyis a közös felkészülésre még nem volt példa. És az, hogy a módszer mennyire követésre méltó, és mennyire segíti a hibátlan lebonyolítást, az majd csak október 18-án derül ki. A Parti Galéria Mária utcai kiállítótermében Colin Foster szobrászművész nyitotta meg azt a kiállítást, melyen három finn alkotó munkáin keresztül ismerkedhetnek meg az érdeklődők az északi kultúrát meghatározó természet szeretettel. A tárlat november 5-éig látogatható. Kirsti Carlenius festőművésznő, Szakari Martin Lauri és Jakub Pernu szobrászművész első alkalommal mutatkoznak be Pécsett. Sőt, hármójuk közül ketten még Magyarországon sem jártak ezelőtt. Munkáik magukban hordozzák az északi természet szeretetet, a leegyszerűsített naturformákat, és nem utolsó sorban a finn mentalitást is. Jakub Pernu végül is ilyen landart műveket szokott csinálni. Azt jelenti, hogy a tájban dolgozik, és természetes anyaga, és nagyon nagy szobrakat szokott készíteni. Az egyik legismertebb ilyenfajta művész Finországban. Nagyon gyönyörű munkái vannak mindenhol Finországban.
Németországban. A Sakari barátom, nagyon régi barátom, nagyon foglalkozik a mitológiával, főleg a görög mitológiával, de nagyon sajátos módon, szóval számtalan szó ismételi ezt az Odysseus motívumot, és itt is lehet látni néhány példát ebből. A Kisti Kalinius végül is festő, de nagyon régóta foglalkozik a számítógéppel, van egy cége is, szóval csinál ilyen reklámgrafikákat, meg könyveket, plakátokat, stb. Stb. És most ezen a kiállításon mégis teljesen új munkát létrehozott erre a kiállításra, és próbálkozott valahogyan utánozni ezt a, vagy vizuálisan utánozni ezt a folyamat, ami történik a számítógépen. A három finn művész alkotásai november 5-ig láthatók a Parti Galériában. És végül, milyen időjárásra számíthatunk régiónkban az elkövetkező időszakban? Többnyire erősen felhős lesz az égbolt, csak rövid időre szakadozik fel a felhőzet. Napközben esőre, záporesőre számíthatunk majd. A délkeleti szél élénk marad, a hőmérséklet értéke 15-20 fok körül alakul. A város legfontosabb híreinek összefoglalóját, a Pécs TV híradóját látták. Köszönöm figyelmüket!